Fejlesztés. Közel 4 milliárd forintból hoz létre csirke melléktermékfeldolgozó üzemet egy kisvárdai cég. Fajta bemutató. Országos kalászos és őszi káposzta repce fajta és technológiai bemutatót szerveztek Gyulatanyán. Felújítás. Végéhez közelít a tófürdő korszerűsítése. Egy hónap múlva már nyitnak, ha jó idő lesz. Közel 4 milliárd forintból zöldmezős beruházásként épült csirke melléktermék feldolgozó üzem Kisvárdán. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Várdamit Kft. Új épületének alapkövét kedden tették le, a gyártás pedig idén decemberben indulhat. A beruházás mintegy 50 új munkahelyet teremt a városban. A magyar állam mintegy 1,5 milliárd forinttal támogatja a fejlesztést. 6 éve alapították a csirkevágás és feldolgozásból származó melléktermékek újrahasznosításával foglalkozó Várdamit Kft.-t. A kisvárdai cég azóta folyamatosan fejlődik, ennek köszönhetően tudnak új üzemet építeni 3 milliárd 960 millió forintból. A beruházás várható befejezése, műszaki átadása 2019. november hónapban várható. Ugyanebben az évben, decemberben meg fogjuk kezdeni a próbaüzemi működést. Majd 2020. január közepétől teljes kapacitással fogjuk működtetni. A kisvárdai beruházáshoz mintegy 1,5 milliárd forintos, vissza nem térítendő támogatást biztosít a kormány. Szijjártó Péter az alapkőletételen azt hangsúlyozta, ez a fejlesztés is hozzájárul a növekvő gazdasági teljesítményhez, amelynek üteme az első negyedévben jócskán felülmúlt az európai átlagot. Magyarország a legnagyobb gazdasági növekedési ütemet tudta felmutatni a 2019-es esztendő első negyedévében. Az 5,2% az az európai bajnoki címet adta nekünk. Ez az 5,2%-os gazdasági növekedés az első negyedévben 3,5-szerese az európai növekedési átlagnak. A miniszter hozzátette, a sikerhez hozzájárult, hogy egy év alatt 100 000 új munkahely jött létre. Az új kisvárdai melléktermék feldolgozó üzem mintegy 50 embernek ad majd munkát. Idén mintegy 50 repce és 45 búzafajta van kísérletekbe állítva, hangzott el a gyulatanyai fajta bemutatón. Magyarországon 960 ezer hektáron 155 őszi búzafajtát termeszhetnek a szakemberek. Egy-egy fajta bemutató azonban jó tápontot adhat, melyik tájegység, melyik fajtához ideális. A rendezvényen elhangzott az is, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara áprilisi összesítése alapján a termések közel 40%-a gyenge minősítést kapott. A gyulatanyai fajta kísérleti állomás a Nébik egyik legfontosabb állomása, ezzel együtt 15 telephely van Magyarországon. Az idei első fajta bemutatót 14 cég és több mint 100 szakember részvételével itt tartották meg. A legnagyobb jelentőség ennek a rendezvénynek talán az, hogy itt az a szakmai tapasztalatcsere, a jó gyakorlatoknak a megosztása és az információk első kézből való átadása ezen a helyen, ebben az időben, itt most Gyulatanyán megtörténhet, és hát bízunk benne, hogy valóban ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az őszi káposztarepcével, kalászosokkal foglalkozók, és természetesen majd a későbbiekben a más növényfajokkal foglalkozók mind-mind hozzá tudnak tenni ezekkel az információkkal ahhoz, hogy eredményesen tudjanak gazdálkodni a saját területükön. A termelők egyhangú véleménye, hogy bár jelenleg szép a repce, a koratavaszi csapadékmentes időjárás nem kedvezett a termésnek. A konferencián az ebből adódó problémákra is igyekeznek megoldásokat találni. Egyre jobban előtérbe kerül mostanában az időjárás miatt a lomtrágyáknak a használata, mivel tudnilik a granulátumokat, hogyha nem esik eső, akkor a növény nem tudja felvenni. A levélre kijutatott hozamnövelők viszont egyből érvényesülnek, hasznosítani tudja a növény. A Nemzeti Agrárkamara áprilisi összesítése alapján a termésállomány közel 40%-a gyenge minősítést kapott. Bár a májusi esőzések javítanak a helyzeten, mégis szerény termésre lehet számítani.
960 ezer hektárról Magyarországon most búza elvetve, őszi búza. Hogyha ezt visszaemlékszünk az előző éveket, most már harmadik, negyedik éve 1 millió hektár alatt van az őszi búza vetés területe, tehát egy kicsit azt mondom, csökkenősről lehet beszélni, ugyanakkor viszont a biológiai alapok biztosítottak, hiszen a fajta nagyon nagy számú fajta rendelkezésre, hogyha csak megnézzük a nemzeti fajta jegyzéken 155 búzafajta, őszi búzafajta rendelkezésre, és azért is jók ezek a bemutatók, hogy ezek közül a nagy számú fajta közül azokat a legjobban termő, legjobb képességű fajtákat választják ki a gazdálkodók, amelyek mondjuk ebben a térségben gazdaságosan jól termeszthetők. Az őszi káposzta repce területe azonban folyamatosan növekszik, nem csak országos szinten, megyénkben is. Az őszi konferencián a burgonya lesz terítéken, amely már a 150. fajta bemutató lesz. A végéhez közelít a tófürdő felújítása. Az időjárás függvényében június közepén már kinyithat a sóstói szabadstrand, és egészen szeptember végéig fogadhatja a vendégeket, akiket új csúszda és napozó stég is vár. A tervezés és kivitelezés során a törzslátogatók észrevételeit is figyelembe vették. Bő két hónapja még nagy földkupacok borították a tófürdő területét, és mellettük munkagépek sorakoztak. Utóbbiakból még így május végén is látni, de a szabadtéri strand láthatóan szemben néz ki. A 260 millió forintos beruházás már a hajrájában jár, a munkák jelenlegi állását pedig kedden Nyíregyháza polgármestere is megtekintette. Szerettünk volna az egyéb fejlesztések színvonalának megfelelő tófürdőt kialakítani, ezért egy teljes átfogó felújítás történt az öltözőtől, a sétányokon át, új csúszda, a medencéknél stég épül, illetve stég lesz, plázs, játszótér, egy új fagyizó, tehát ténylegesen ide jönnek majd a vendégek, nem ismernek rá. Öntözik a füvet, hogy a nyitásra szép zöld legyen, a leendő sportpályák helyén pedig zajlik a tereprendezés. A csúszdák már a helyükön, ahogy az 50 négyzetméteres alapterületű napozó stég is a vízen. Ennek a végleges helye ugyanakkor nem itt, hanem a tó közepén lesz. A bejárat melletti öltözők, mosdók megújultak, emellett a parton is kialakítanak öltözőket és zuhanyzókat. A kiszolgáló egységek új köntösbe öltöznek, és ingyenes wifi rendszert is kiépítenek a tófürdő területén, ahol már az utolsó simításokat végzik. Lényegében befejezés közeli állapotban vannak a munkálatok. Ez azt jelenti, hogy itt mögöttem például már a füvesítés is megtörtént, most várjuk azt, hogy le van kerítve ez a terület. Ezek az utómunkálatok még a csúszda környékén, a csúszda most fejeződött be a napokban. A körülötte lévő térrendezés, térkapcsolatok kialakítása történik. Június közepén időjárás függvénye nyilvánvalóan, de június közepén szeretnénk megnyitni a tófürdőt. Az elmúlt években, ha visszanézünk 10 évre akár, mindig ez a vízhőmérsékletétől függött az, hogy mikor nyílt a tófürdő. Általában ez a június 10-e környékén. A tervek szerint pedig már idén is 4 hónapon át lesznek nyitva. Jó idő esetén szeptember végéig várják a fürdőzőket. A törzs vendégekkel egyébként folyamatosan tartották a kapcsolatot a tervezési és a kivitelezési időszakban egyaránt. Ők is elmondhatták a véleményüket, észrevételeiket, amelyeket igyekeztek figyelembe venni. Ennek köszönhetően alakítottak ki egy biciklitárolót is a bejárat mellett. Egy közös és erősödő Európában hisz az MSZP, hangsúlyozta a párt elnöke nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A Párbeszéddel indítanak közös listát a vasárnapi EP választáson. Céljuk, hogy a legszigorúbban lépjenek fel az európai károsanyag kibocsátó nagyvállalatokkal szemben, de programjuk fontos része a környezetvédelem és a klímaváltozás problémájának kezelése is. Tóth Bertalan a Szociális Európa programról is beszélt Nyíregyházán. Európai minimálbérről szól, az európai minimálnyugdíjról, az európai minimális családi pótlékról. Mi ezt összegszerűen is meghatároztuk, legyen 240 ezer forint az európai minimálbér, legyen 95 ezer forint az európai minimálnyugdíj, és legyen 48 ezer forint az európai minimális családi pótlék. Yeah.
megalakult a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Néptánc Egyesület, Nyíregyháza három nagy néptánc együttesének köszönhetően. A Nyírség, a Szabolcs és az Igrice három képviselője látja el az elnöki feladatokat. A Nyírség Tánc Együttes idén ünnepli fennállásának 45. a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola pedig 20. évfordulóját. A Nyírség Tánc Együttes egy 10 állomásos programsorozattal ünnepli fennállásának 45. évfordulóját ebben az évben. Nyáron nemzetközi néptáncfesztivált szerveznek Nyíregyházán. Ide számtalan érdekes és egzotikus együttes érkezik a világ különböző pontjairól. Ősszel pedig nagyszabású jubileumi gála műsort szerveznek a Continental Arénában, ahol több mint 100 táncos lép majd színpadra. A Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola is ünnepel idén fennállásának 20. évfordulóját. Az intézményben 1700 gyermek tanul, növendékeik számtalan országos díjat és elismerést kaptak az elmúlt években. A Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola valamikor 20 évvel ezelőtt egy álmunk nyomán jött létre, mert arra gondoltunk sokan, akik itt a Besenyei György Tanárképző Főiskolára jártunk, hogy jó lenne egyszer egy saját iskolát alapítani. Ennek az ideje és lehetősége 1998-ban jött el, amikor alapfokú művészeti iskolát alapítottunk, elsősorban a Nyírség Táncegyüttes utánpótlásának a neveléséért. Aztán persze itt több más tanszak is alakult, képzőművészet, színjáték, ezek fantasztikusan működnek a tánc mellett. A néptánc is, és most már még népzene tanszakunk is van, tehát hogy így együtt van a zenetánc képzőművészet színjáték. Az elmúlt 20 év áttekintésére egy konferencia keretein belül partner találkozót szerveznek, ahol szakemberekkel, régi pedagógusokkal, támogatókkal és együttműködőkkel ünnepelnek majd. Ezen túl egy képzőművészeti kiállítás is nyílik, és egy gálaműsort is szerveznek május 24-én. A kultúra és ezen belül is a néptánc hagyományának támogatása az önkormányzat számára is fontos. Nyíregyházán lévő három nagy néptánc együttes, ugye a Nyírség, a Szabolcs és az Igrice, nem is beszélve ugye a művészeti gimnáziumnak a kisfigurás tánc együtteséről, szakmai színvonala igen erős. Nem csak olyan emberek tanítanak, akik magas szakmai berkekben is elismertek, hanem olyan tehetségek is vannak itt a városunkban, akik évről évre bekerülnek komolyabb profi néptáncos berkekbe, körökbe, vagy néptáncosként, vagy pedig majd később tanárként. A három nagy nyíregyházi táncegyüttes létrehozta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Néptánc Egyesületet, amelynek céljai között szerepel a magyar és a nemzetiségi tánc és zenei hagyomány megőrzése, valamint ennek hazai és határokon túli népszerűsítése, a különböző tánchagyományok gyűjtése és a szakmai érdekképviseleti feladatok ellátása. Futás, teke, kosárlabda, többek között ezekben a sportágakban is összemérhetik tudásukat az idősebb helyiek csütörtökön a Szépkorúak nyíregyházi sporttalálkozóján, amint egy 700 nevező 14 versenyszámban indul. A legjobbak serleget és érmet kapnak majd. 55 év felettiekkel népesülve csütörtökön a Városi Stadion. Itt rendezik aznap a Szépkorúak nyíregyházi sporttalálkozóját immár 6. alkalommal. A rendezvény célja, hogy minél többen ismerjék fel és éljenek a helyben biztosított sportolási lehetőségekkel és a szabadidő hasznos eltöltésével. A korosabb városlakók szerencsére igen aktívak, sokan ott vannak közülük a Mozdul Nyíregyháza programjain is. A mostani eseményen is több százan állnak rajthoz. Csúcsnevezés érkezett, hiszen tavaly 660-an vettek részt a rendezvényen, most viszont 700 fő nevező érkezett 8 sportágba és 14 versenyszámba mérhetik összetudásukat a szépkorúak. Én bízom benne, hogy mindenki nagyon jól fogja érezni magát. Mások mellett tekében, kosárlabda büntetődobásban, asztali teniszben és futásban mérhetik össze tudásukat és edzettségüket külön női és férfi kategóriában. Közben mintegy 30 fős versenybírói gárda figyel majd a szabályok betartására. A nap végén minden versenyszám győztese serleget kap, illetve az első három helyezett éremmel is gazdagodik, emléklapot pedig minden résztvevő hazavihet. A
A Gyirmót FC Győr ellen hazai pályán elért 1-1-es döntetlennel fejezte be a bajnokságot a Nyíregyháza Spartakusz. Az Oráns Pislyák által irányított együttes a 10. helyen végzett a 20 csapatos MB2-ben. A szezont értékelő sajtótájékoztatón kiderült, hogy a klub vezetése a jelenlegi szakmai stábbal képzeli el a folytatást. A felkészülés június 24-én kezdődik. A feljutás volt a cél, azonban az őszi szereplést követően át kellett értékelni a helyzetünket, így az edzőcsere mellett döntöttünk. Tekintett vissza Kozák Attila ügyvezető. Az új stábban már jobban szerepelt a csapat, így a jövőben is számít a munkájukra a klub. Zorán Spisiak irányításával 17 bajnoki meccsen 9-szer győzött, 4-szer döntetlent játszott és 4-szer szenvedett vereséget a Spari, miközben volt egy 10 meccses veretlenségi sorozata a csapatnak. Az eleje egy kicsit döcögös volt, egy kicsit nehezebb, egy kicsit rozsdásabban kezdtük a bajnokságot, de ahogy telt az idő, azt mondom, hogy a csapatnál nevelkedett az önbizalom, és onnan már elértük azt, hogy akkor a csapat már 10 mérkőzést veretlenül tudta lehozni. 7 olyan meccs volt, ahol nem kaptunk gólt, és ezen építettük a játékosokat és a játékunkat. Taktikai utasításokat elfogadták a játékosok és a csapat, és annál magabiztosabbak voltak a pályán, többet tudtunk kihozni a meccsekből, és azt mondom, hogy ez a 17 meccs 31 pont mutató annak, hogy ebbe a csapatban van potenciál, persze ez csak egy induló pont, jövőben erre kell építeni, és kell számítani arra, hogy akkor nagyobb esélyünk van, hogy akkor kitűzött célokat el is tudjuk érni. A cél pedig a következő szezonban is a feljutás lesz. A kapus Jova Levente szerint a tavaszi pozitívumokra építve fejlődhet tovább a csapat. Nyilván ugye ez a 10. hely, ez nem volt betervezve. Mi sem ezt szerettük volna a csapaton, mind a csapaton belül, mind a vezetőségen belül, nem ez a 10. hely volt megcélozva. Sajnos ezen már nem tudunk változtatni, ez az év lement. Én bizakodó vagyok, hogy jövőre mindenféleképpen ott leszünk a feljutásért, és sikerül a feljutás. Úgyhogy nyilván ehhez tényleg most kaptunk egy jó szakmai stábot, akikkel ugye azért képesek, vagy megmutatta a csapat tavasszal, hogy azért képesek komoly sorozatokat, eredményeket elérni. Úgyhogy én mindenféleképpen bizakodó vagyok a jövő szezonnal kapcsolatban. Az NB2-ben a 82 pontos Zalaegerszeg végzett az élen, megelőzve a szintén feljutó 74 pontos Kaposvárt. A Nyíregyháza Spartakusz 15 győzelemmel, 11 döntetlennel és 12 vereséggel 56 pontot szerezve zárt a 10. helyen. A másodosztálytól a Cegléd, a Mosonmagyaróvár és a Monor búcsúzott. Több mint 180 versenyző ült asztalhoz Nagyhalászban, ahol 7. alkalommal rendezték meg az országos baptista sakkkupát a Csuha Antal iskolában 5 korosztályban. Mérték össze tudásukat a fiatalok. A baptista szeretetszolgálat több mint 40 iskola fenntartójaként kiemelt figyelmet fordít a tehetségkutatásra, tehetséggondozásra. Ennek egyik eszköze a sakk. A Nagyhalászi intézmény is részt vesz a Polgár Judit neve által filmjelzett sakkpalota programban, így a gyerekek már az első osztályban megismerkedhetnek a sportág alapjaival. A sakk olyan kompetenciákat fejleszt a gyerekeknél, hogy minél kisebb kortól érdemes bevezetni az iskolába. És nálunk hagyománya van annak, hogy már első osztálytól a gyerekek heti 1 órában tanulnak sakkot. És akkor így kiválnak a tehetségek, tehát van lehetőségünk arra, hogy a tehetségek megmutatkozzanak. Nagyon fontos az is, hogy tehetségpont vagyunk sakk tekintetében, és így minél hamarabb tetten érhető az, hogy ki az, aki fejleszthető, és egy világbajnok sakkozóval is dicsekedhet az intézményünk, hiszen Demeter Dorina nagyon szép eredményeket ért el világviszonylatban. Az országos baptista kupát 7. alkalommal rendezték meg Nagyhalászban, több mint 180 fiatal sakkozó részvételével. Rendkívül érdekli a gyerekeket a sakk, szeretik, amikor nagyon sok versenyt rendezünk a megyében, és ilyenre nagyon sokszor sor is kerül. Ilyen nagy volumenű versenyre, mint az országos baptista kupa ritkán kerül sor, 2-3 ilyen rendezvény van a megyében, ami volumenében ekkora, egyébként az országban sem nagyon szokott ettől nagyobb lélekszámú gyermekverseny lenni. A nagyhalászi versenyen a fiatalok 5 korosztályban mérték össze tudásukat, és a szervezők, az edzők, kísérők számára is rendeztek egy villámtornát. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden.
Közel 4 milliárd forintból zöldmezős beruházásként épült csirke melléktermék feldolgozó üzem Kisvárdán. A Várdamit Kft. Új épületének alapkövét kedden tették le, a gyártás pedig idén decemberben indulhat. A beruházás mintegy 50 új munkahelyet teremt a városban, a magyar állam mintegy 1,5 milliárd forinttal támogatja a fejlesztést. Magyarországon 960 ezer hektáron 155 őszi búzafajtát termeszhetnek a szakemberek. Egy-egy fajta bemutató azonban jó támpontot adhat, melyik tájegység, melyik fajtához ideális. Az idei első ilyen konferenciát a Nébi gyulatanyai fajtakísérleti állomásán tartották, ahol elhangzott az is, az áprilisi összesítés alapján a Nemzeti Agrárkamara a teljes termés állomány közel 40%-ára gyenge minősítést adott. A májusi esőzések azonban jelentősen javítanak a helyzeten, bár a szakemberek szerint így is szerény termése lehet számítani. Befejezés közeli állapotban a tófürdő felújítása. Az időjárás függvényében június közepén már kinyithat a sóstói szabadstrand, és egészen szeptember végéig fogadhatja a vendégeket, akiket mások mellett új csúszda és napozó stég is vár. A törzslátogatók észrevételeit egyébként figyelembe vették a tervezés és kivitelezés során. Ennek köszönhetően alakítottak ki egy bicikli tárolót is a bejárat mellett. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták május 21-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. A munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Szerda reggelig erőteljes gomoly felhő képződés várható, majd késő estétől erősen felhős lesz az ég. Késő estig zápor, zivatar előfordulhat, éjjel kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 fok körül alakul. Kettős fronthatás várható, mind a meleg, mind a hideg frontokkal együtt járó tünetek jelentkezhetnek az érzékeny szervezetűeknél. Szerda estig többnyire erősen felhős lesz az ég. Eső, zápor egyaránt várható, egy-egy zivatar is lehet. A délnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 fok körül alakul. A következő napokban az átlagosnak megfelelően alakul a hőmérséklet, de változékony, záporokkal, zivatarokkal tarkított idő várható. Szombatig elsősorban az ország keleti felén, vasárnap már máshol is számíthatunk elszórtan záporokra, zivatarokra.